My name is Jill Valentine. I serve the BSAA as a counter-bioterror operative. Üdvözletünk! A tavalyi év mindenképpen a Resident Evil-é volt, hiszen rögtön három játékot is kaptak a rajongók, az már azonban más kérdés, hogy nagy részük nem ütötte meg az elvárt szintet. Talán az egyetlen kivétel, ami mindenkinek elnyerte a tetszését, az a Nintendo 3DS-re megjelent Resident Evil Revelations volt. Persze a játék nem volt tökéletes, de hibái eltörpülnek az olyan erények mellett, mint a szép látvány, a hangulat és a remek sztori. A Capcomnak is feltűnt, hogy az utóbbi időszak kissé félre sikerült Resident Evil játékai után valami jobbat alkottak, ezért visszavonultak a műhelyeikbe, hogy kicsit több mint egy évvel később elhozzák nekünk a Revelations HD kiadását, méghozzá PC-re, PlayStation 3-ra, Wii U-ra és Xbox 360-ra. A játék története szerint épp a 4. és 5. rész között akciózunk, egészen pontosan 2004-ben, és a sztori középpontjában a békés Terra Grigia városa áll. Persze békével még nem írtak horrorjáték történetet, ezért itt is elszabadul majd a pokol. Először az Ilveltró bioterrorista szervezet szörnyei randalíroznak egy keveset, később pedig a kormány gondolja úgy, hogy mit nekik mentőakció, inkább leradírozzák az egész területet, és ezzel meg is oldják a gondokat. A terv beválik, de csak részlegesen, mivel az Ilveltró később újra életre kell, pont akkor, mikor Chris Redfieldnek nyoma veszik, így már indulhat is a mentőhadjárat Jill Valentine-nal az élem. A 3DS-es változat hamar a rajongók kedvencévé avanzsált, és kicsit visszahozta a régi ízeket, amiért annó megszerettük a Resident Evil sorozatot. Persze akciót akkor is kaptunk, de korán sem akkora mértékben, mint a legutóbbi számozott részeknél, így inkább a hangulat és a horror elemek domináltak, méghozzá egészen jól. Külön érdemes megemlíteni a raidmódot, ami afféle árkád szórakozásnak számított, fejlődéssel, pontszámokkal és egy raklapnyi ellenféllel, de szerencsére ebbe is belekóstolhatnak hamarosan a nem 3DS tulajdonosok. Na de akkor térjünk is át arra, hogy miben lesz más a nagygépes HD kiadás, mint az egy évvel ezelőtt megjelent eredeti. Természetesen az egyik legszembetűnőbb változás a látványt érinti, hiszen nem hiába HD kiadással van dolgunk. A textúrák sokkal részletesebbek lesznek, és a fényárnyék hatások is erősen javulnak, így sokkal jobban retteghetünk majd a sötét, szűk folyosókon. A raid mód is bővülni fog, új karakterekkel eshetünk neki a kihívásoknak, amelyek közül talán Rachel az egyik legszemrevalóbb. Formás idomai mellett azért persze más arcok is feltűnhetnek, ráadásul a szörnyekhez is csatlakozik egy új förmedvény. Szintén újdonság lesz az Infernal nehézségi szint, ami alaposan megkavarja majd a szózt. A szörnyek feltűnési helye, mennyisége, valamint fajtájuk is megváltozik, ráadásul erősebbek is lesznek, és ha ez nem lenne elég, akkor az utánpótlást is más felé kell keresgélnünk, mivel semmi sem ott lesz, ahol azt korábban megszoktuk. Úgy tűnik, hogy a Capcom nem akarja a véletlenre bízni, hiszen már most kiderült, hogy a játékhoz bizony érkezni fog egy Season Pass, aminek hála a jövőbeni DLC-khez egy összegben kedvező áron juthatunk hozzá. Eddig összesen 4 kiegészítőről tudunk, melyek mind a játék raid módját tolják meg pár extrával, de a konkrétumokat csak a megjelenés után árulja el a Capcom. Azt hiszem, a Resident Evil rajongók kezdhetnek örülni, mivel az utóbbi idők felemás és meglehetősen akcióorientált játékai után most érkezőben van egy, ami igyekszik felvenni a régi hangulatot és visszahozni a horrort. A Resident Evil Revelations HD egészen pontosan május 24-én jelenik meg, úgyhogy már csak párat kell aludni és indulhat is a rettegés. Addig pedig tessék elütni az időt a régebbi epizódokkal. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!